Magyar Bálinttal folytatjuk a volt oktatási miniszterrel, liberális politikussal. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Hát nem akárhonnan, voltaképpen Soros Györgytől tudjuk, hogy Magyar Bálint ön, Soros György egyik ihletője. Hát gondolom, ezt le lehet fordítani úgy is, hogy kormánypropaganda Soros kapcsán szokta mondani, a mozgatója. Hát a maga mafiálom kifejezést nem csak ő használja, hanem Magyarországon körülbelül 2 millióan, ahogyan a legutóbbi kutatásai a Mediánnak bizonyították. Hogy az pedig öntől ered. Igen, 7 rendszer megnevezés közül, és hogyha azt megnézzük, hogy a nem fideszes szavazók között ez az arány 30%, és az utána következő a diktatúra elnevezés 17%, és 23% és 17% csak a tekintély uralmi rendszer, akkor látszik, hogy nem véletlenül választják ezt az emberek, akik elégedetlenek a Orbán kormány tevékenységgel. Finoman elhatárolódást érzek Soros György mondataitól. Ilyen értelemben nincs elhatárolódás, hát hogy mondjam, arról van szó, hogy az ember szociológusként megpróbálja leírni a rendszert, és a rendszer leírásának és megnevezésének egy alapvető feladata van. Az egyik az, hogy szakmailag megálljon ez a leírás, másik pedig az, hogy az csak egy külön előny és szerencse, hogyha közérthető is, és emberek jelentős része ráismer arra a rendszerre abból a megnevezésből. Nem véletlen, hogy a rendszerváltás idején magának a szónak, hogy rendszerváltást akarunk, és kommunista diktatúrának neveztük a kommunista diktatúrát, és nem másnak, és azt mondtuk, hogy a rendszerváltás az a folyamat, hogy a kommunista diktatúrából átjutunk mondjuk a polgári demokráciába. Ennek egy irányadó, a közbeszédet meghatározó, szervező ereje volt ennek, és nem véletlen az, hogy nem azt mondta, hogy a szocialista rendszer, szocialista demokrácia reformjára törekszünk, és így tovább. Témává tette az egyik témánkat rögtön itt a beszélgetés elején, a Nyelvből valóság, valóságból nyelv című tanulmányt, amelyet Madlovics Bálinttal közösen jegyez, és amelyből tulajdonképpen most már itt adatokat is idézett. Nekem erről az jutott eszembe, miközben valóban sorolják az adatokat, és derülnek ki azok a számok, hogy melyik elnevezést hányan értik, hányan kezelik, használják, ismerik, hogy miért nem mindegy, hogy minek nevezzük. Nevezhetjük ugye NER-nek, nevezhetjük illiberális demokráciának, nevezhetjük polgári demokráciának. Sokféle neve van most is. Miért nem mindegy? Hát, ha egy betegséget nem jól diagnosztizálunk, akkor a gyógymód is félrevisz. Tehát az nem mindegy, hogy oda megy egy beteg az orvoshoz, és azt mondja, kérem szépen, doktor úr, fáj, és erre az orvos azt mondja neki, hogy nem mindegy magának, hogy mi az, ami fáj. Hát persze, hogy nem mindegy. De ha valaki nem érzi jól magát a tekintélyuralmi rendszerben, ugye az egyik meghatározásunk, igen. Vagy a mafia államban, igen. Vagy a NER-ben, a Nemzeti Együttműködés rendszerében legyen az bármi, amit ez a kifejezést akar. Ez voltaképpen miért nem mindegy? Ebben a dologban, amiben élünk, ebben a valamiben nem érzi jól magát. Hát nem mindegy. Hát nem mindegy, hogy miben élünk. Hát hogyha egyszer mondjuk egy kormányzás egy központilag vezérelt bűnszervezetként működik, akkor minden más leírás csak elvisz. Tehát amikor mondjuk ezt a tevékenységet, amit egy kvázi a mafiához hasonló szociológiai szervezetben, egy, ahogy én nevezem, fogadott politikai család szervezetében központosították, gyakorlatilag a korrupciót centralizálták, monopolizálták, és ezt bűnszervezetként üzemeltetik, akkor a korrupció szó használata az olyan, mintha mondjuk a büntető ügyekben a gyilkosságra azt mondanánk, hogy testi sértés. Hát teljesen félrevezető a használata, hiszen a korrupció általában azt fejezi ki, hogy megkennek bizonyos személyeket a közigazgatásból, de nem hiszem, hogy akkor, amikor Mészáros Lőrinc Orbán Strómanja számára egy sok tízmilliárdos közbeszerzésnél gyakorlatilag 5 egyéb versenyzőt kizárnak, nagyrészt mondva csinált ügyekkel, hogy akkor erről egyetlen tisztviselő dönthet valójában, és merne dönteni, ha ez nem felülről jövő elvárás, utasítás, stb. Lenne. És ezért, hogyha fel akarnak lépni ezzel a rendszer ellen, akkor meg kell nevezni ezt a rendszer, de itt ebben az az érdekes ebben az egészben, hogy miközben a részben a pesti értelmiség szkeptikus az elnevezéssel, miközben részben a ellenzéki politikai pártok egy része nem használja, eközben a kutatások azt is kimutatták, hogy mondjuk a vidéki városokban, a falvakban sokkal erősebb a elfogadottsága ennek a rendszerleírásnak, mint
a fővárosban, illetve a bizonytalanok körében torony magasan vezet 30%-kal, ahogy említettem. Ez azt jelenti, hogy azért ismernek rá az emberek ebben a kifejezésre, mert a függőségnek, a kiszolgáltatottságnak, az erőszaknak, az illegalitásnak, a törvénytelenségnek a viszonyait ez a kifejezés írja le. Ez képes bizonyos értelemben mozgósítani. Mozgósítani és leírni a rendszert. Lehet ezzel ellen harcolni, de ez engem arra emlékeztet, amikor mondjuk a 80-as években, amikor faluszociológusként útlevél nélkül a falvakban jártam, és interjúkat csináltunk, és 1956 felmerült, magától értetődőnek forradalomnak nevezték az 56-ot az emberek, szinte pártállás nélkül a falvakban, miközben Pesten az értelmiség kente össze-vissza a dolgot és sajnálatos eseményekről, aztán azóta nagy csúcs, amikor a demokratikus ellenzék kivételével természetesen, ami forradalomnak tartotta, és a szamizdat irodalomban így írt róla, névfelkelésnek nevezik, minden másnak elkenték, holott forradalom volt magától értető természetes megnevezéssel. A leggyalázatosabb a sajnálatos események voltak. Amiben most élünk, ez ilyen módon elkenve a sajnálatos korszak? Az a korszak? Hát bizonyos értelemben igen, mert úgy érzem, hogy egy olyan világban, ahol gyakorlatilag a állások jelentős része a kormányzati pénzektől függ, és a kormányzati zsarolásnak van kitéve, akkor értelmiségek egy része nagyjából úgy oldja föl ezt a dolgot, hogy olyan elnevezést használ, amely egy belső körben kritikusnak számít, de kifelé kvázi a hatalomnak nem fáj különösebben ez az elnevezés. Nem véletlen, hogy a Fidesz sokáig ezzel nem vitatkozott ezzel a dologgal, elhallgatni próbálta. Gulyás Gergely meg most a Stop Soros kampány részeként felszólítja a magyar választókat, hogy határolódjanak el tőle. De most ez az egyik téma. Na de ez azt kellett, hogy Soros György kimondja a saját szájával, és ez hallható legyen itt Magyarországon. Hát igen, ez természetes. Hát ennek van hatása, hogy egy Európai Uniós fórumon később most a davoszi gazdasági világtalálkozón kimond egy ilyet, egy ilyen személy, annak más a súlya, hiszen nemzetközileg is megjelenik, és elfogadottá válik. Hadd kérdezzem már erről a véleményt, mert ez ebből a szempontból is érdekes és fontos lehet. Soros György, amikor megszólalt Davosban, és mondjuk az ellenzékről is beszélt a maffia államról is. A kettőről együtt. Ezzel nem a Fidesz segítette? Hát ez egy más kérdés, de ez egy teljesen... De ez egy fontos, ez egy fontos kérdés, hát, mert ugye Soros György Magyarországon nem önmagában egy nemzetközi hírű gazdasági szakember, annál többet jelent. Ha Kelet-Európát nézzük, akkor, és a volt kommunista országokat, akkor azok az autokratikus rendszerek, mint amilyenek a miénk is, és mondjuk Oroszország, Belorusszia, Szovjet Közép-Ázsia és több is, ott azt látjuk, hogy a domináns uralkodó párt az megpróbálja vagy marginalizálni, vagy domestikálni, háziasítani, vagy likvidálni ezeket a pártokat. A Fidesz eddig alapvetően két dologgal foglalkozott, a marginalizálással, a domestikálással, és ennek voltak jelei, de én nem rendelkezek annyi információról erről, hogy erről határozott véleményt mondhatnék. De mondjuk a likvidálásnak az előjelei meg eszközei már felmerültek, tehát mondjuk az ÁSZ-nak a eljárása, illetve ez a fajta büntetés, ez lényegében egy párt likvidálásának az előkészületét jelenti. De ha most rátérjünk arra, hogy ez ugyan fontos természetesen, hogy hogyan nevezik a rendszert, és pláne, hogyha a pártok úgy gondolják, hogy meg akarják szólítani a választókat, főleg a bizonytalanokat, akkor magától értetődőnek kéne lenni annak, hogy olyan nyelvet használnak, amelyben ezek a választók magukra ismernek, és ezt most már alátámasztják. De használhatják-e azt a nyelvet, amit most Soros György is használt? Hát most miért ne használhatnák? Hát mert azonnal lapot adnak annak a kormány propagandának, amelyik elnyomó mértékben. De ne vicceljünk, hát ettől félnek. Ezért nem mondják jól. Vegyünk egy egész egyszerű mondatot. Hogy Orbán Viktor vezette bűnszervezet, kirabolja a saját nemzetét. Most akkor mondhatnám azt, hogy szabad-e nekünk a nemzet szót használni, amikor ők használják állandóan a nemzetet, de átengedik ezt a szót is, és ezt a világos és egyszerű dolgot, hogy kirabolják saját nemzetüket, elveszik a szabadságukat, elrabolják a tulajdonukat, ha akarják, elveszik a EU-s forrásokat és pénzeket, függőségi helyzetbe taszítják őket. Ez egy világos szöveg és narratív, ami érthető, hogy ezt miért nem használják, hát ez az lelkük rajta. De van más probléma is, ugye, és erről ebben a műsorban a korábbi beszélgetések is részben szóltak. Nevezetesen az együttműködésnek a formái. Én azt látom, hogy az ellenzéki pártok természetesen meg akarják mutatni magukat külön-külön,
és ez mondjuk a választások előtt fél évvel, egy évvel, három-negyed évvel, két évvel ez még érthető. De elérkezünk már, most már két hónap múlva választások lesznek, és föl kéne tenniük azt a kérdést maguknak, hogyha egy pártot 2-3-5-6%-ra mérnek, akkor ragaszkodhatnak egy olyan stratégiához, amelynek lényegében az az üzenet, hogy ők egymaguk most megdöntik a kormányt. A probléma az ezzel az egésszel, hogy miközben azt mondják a Fideszre, hogy hülyének nézik a választókat, és abban igazuk van, mert pénzmosás, agymosás, ez a kettő, ami szinte minden fideszes kormányzati döntésben van, de nem nézik-e ők is hülyének a saját választóikat? Nem gondolják-e azt, hogy azért tudják nagyon jól, hogy egy 5%-os párt, vagy egy akár 8%-os párt nem fog itt nyarat csinálni egymagában. És itt jön a felelősségnek a kérdése, mert értem azt, hogy pártok arról beszélnek, hogy a kormányt le kell váltani, ha bár ennek az esélye véleményem szerint nem olyan hatalmas, de van egy másik feladat, hogy meg kell akadályozni a újabb kétharmadot. Mert az újabb kétharmad az egy nemzeti katasztrófa, és ráadásul a Fidesz el is mondja, hogy miről szól. Az újabb kétharmad arról szól, bejelentette, hogy a sajtót hogyan fogja megregulázni. Arról szól, hogy a bíróságokat hogyan fogja maga alá gyűrni. Arról szól, hogy az önkormányzati rendszer maradékát is gyakorlatilag eltörli. Arról szól, hogy a civil szervezeteket kinyírja és megbélyegzi. Tehát világos a programja. Látni lehet, hogy mi jön. És most úgy néz ki néha, hogy hát amikor a saját identitásukra hivatkoznak, hogy mennyire fontos az, hogy most az egyik pártnak vagy a másik pártnak egyel vagy kettővel több helye van, olyan, mint hogyha jön a cunami, és akkor arról vitatkoznak, hogy milyen színű legyen a napozó dívány vagy székek a tengerparton, miközben pillanatokon belül elsöpör mindent. Tehát a felelősség, amiről beszélünk, hogy talán fölmérnék, hogy legalább azokban a körzetekben, ahol esély van nyerni, ott egy jelöltet állítsanak ki. Én félrevezető beszédnek tartom azt, hogy na majd a választók látják. Nem tudják, hát még közvéleménykutatások sincsenek egyéni körzetekről, hogy ki a legesélyesebb. Tehát egy jelöltnek kellene, és Budapesten 2014-ben 8 helyet nyertek, de mindössze két olyan hely volt, két olyan választókörzet a 18-ból, ha jól tudom, ahol az egyesült ellenzéki vagy baloldali pártok és az LMP szavazatai együtt ne verték volna meg a Fideszt. Most, ha Budapesten nem nyernek meg 10-12 helyet, akkor katasztrófa van. Mert itt megnyerhetnék, és nincs az a morális probléma, ami a Jobbikkal van. És az, hogy nincs a morális probléma a Jobbikkal, ez most már azt jelenti, hogy bűnt követnek el a saját választóikkal szemben, hogyha Budapestet elengedik. Szóval tudniuk kell, hogy szabad Budapest nélkül nincsen szabad Magyarország, és ez az első lépés, amivel gyakorlatilag előre lehet menni. Ha Budapestet nem nyerik ilyen értelemben meg, és többsége nincsen meg, kétharmada van a Fidesznek, átírják az önkormányzati, illetve választási törvényt, Budapestet nem lehet megszerezni az önkormányzati választásokon, pedig Budapestet vissza kell hódítani. Ha Budapest nem jön vissza, akkor nincs Magyarország, gyakorlatilag utalnék Kornay János kijelentésére, amikor azt mondta, hogy gyakorlatilag elenyészik annak az esélye, hogy békés módon meg lehessen szabadulni ettől a rendszertől. Remélem, hogy sokan hallgatják most önt. Lehet, hogy vitatkoznak azzal, amit mond, de legalább legyen erről egy nyílt beszélgetés. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.